A jövő egyik legígéretesebb játékkonzolja egy egészen különleges együttműködés eredményeként születhet meg. A Sony és az AMD között már évek óta létezik egy technológiai szövetség, de a PlayStation 6 fejlesztése során ez a kapcsolat most új szintre lépett. A kulisszák mögött egy olyan baráti viszony áll, amely túlmutat a formális megállapodásokon. A két vállalat mérnökei nem csupán partnerek, hanem valódi kollégák és időközben barátokká is váltak. Ennek a személyes kapcsolatnak köszönhetően olyan közös fejlesztések indulhattak el, amelyek messze meghaladják a megszokott hardveres együttműködéseket. A cél egyszerűnek tűnik, mégis elképesztően összetett. Megalkotni a valaha volt leggyorsabb, legkompaktabb és legintelligensebb játékkonzolt, amely nem csupán lépést tart a fejlődéssel, hanem új irányt is mutat. A Sony mérnökei szerint a PlayStation 6 nem egy következő generációs gép lesz, hanem egy új korszak nyitánya. Az AMD-nél pedig már most úgy beszélnek róla, mint a technológiai bravúr megtestesítőjéről. Az egyik legfontosabb újítás a közös fejlesztésű APU lehet, amely a processzort és a grafikus egységet olyan módon integrálja, hogy azok szinte gondolatolvasásszerűen működnek együtt. Ez nem csupán gyorsaságot, hanem energiahatékonyságot is jelent, ami különösen fontos egy olyan világban, ahol az okos fogyasztás egyre inkább előtérbe kerül. De a történet nem csak technológiáról szól. A Sony és az AMD közötti szoros kapcsolat lehetővé tette azt is, hogy a fejlesztés sokkal rugalmasabb és kísérletezőbb legyen. A mérnökök már nem dobozokban gondolkodnak, hanem platformban, ahol a gép és a felhasználó közötti határ egyre inkább elmosódik. A PlayStation 6 talán az első olyan konzol lehet, amely már nem csak játékra alkalmas, hanem egyfajta személyes szórakoztató központként is funkcionál. A mesterséges intelligencia támogatásával a hírek szerint a gép teljesítménye olyan szintet céloz meg, amit eddig csak csúcskategóriás PC-ktől láttunk. És ez nem puszta marketingfogás. Az AMD és a Sony közös munkája nem csupán a technikai specifikációkat tekintve hozhat forradalmat, hanem az egész játékélményt újraértelmezheti. Gyorsabb töltési idők, részletgazdagabb világok, valósághűbb mozgás és hangzás, ezek mind olyan tényezők, amelyek a háttérben már most is formálódnak, és amelyekből a végén egy minden eddiginél erősebb konzol születhet. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a TechCsevej csatornára. Kommentben írd meg, hogy szerinted melyik volt minden idők legjobb konzolja. Szerinted a PlayStation 6 képes lesz megdönteni a PlayStation 2 vagy az Xbox 360 rekordjait? Vagy esetleg már most is a PC a te világod, és nem bártasz konzolra semmi pénzért? Kíváncsiak vagyunk a véleményedre. Ne maradj le a jövő technológiáiról, tarts velünk legközelebb is!